Hát akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit, minden részvevőt és minden vendégét itt a kerekasztal beszélgetésen. Nagyon sok érdekes felvetés volt itt az elmúlt, itt ebben az elmúlt fél órában a Péter előadásában, valamint ebben a videóban, amikre bőven lehet reflektálni ugye a hazai helyzetet illetőleg is. Bemutatnám röviden a kerekasztal részvevőit, bal felétől, hogyha abból az irányból nézzük, Nyitra Imre, szociálpolitikáért felelős helyettes államtitkár, Sárosi Péter, a jogriporter képviseletében, Fevinci Katalin, a MAD főtitkár, az egykori NDI vezetője, Topolánszki Ákos, drogpolitikai szakértő. Drogpolitikus. Nem tudtunk megállapodni. Varga Attila, a rendőralezredes nemzeti nyomozóiroda, kábítószer bűnözés elleni osztályvezetője, illetve Pelusz Péter, szintén a nemzeti nyomozóirodától ennek az osztálynak a kiemelt főnyomozója. Jó magam pedig Varga Dániel vagyok. Kezdjük azzal szerintem, hogy röviden hadd kérek meg mindenkit arra, hogy reflektáljon arra, amit az elmúlt fél órában elhangzott, illetőleg azzal hadd egészítsem ki, hogy ahogy a videóban is, ha jól emlékszem, a Fedotov úr mondta, hogy egy fontos interaktív vitának kívánt lehetőséget biztosítani az ára dokumentum korai elfogadásával. Én arra invitálnék mindenkit, hogy hasonló interaktív vitában vegyünk részt, azaz, hogy a közönséget is bátran invitálom arra, hogy tegyenek fel kérdéseket, próbáljuk meg közösen megvitatni ezeket a felmerülő szempontokat itt az elkövetkezendő talán másfél órában. Szigorúan 12-15 karabba kell hagynunk. Nyitra jó. Köszönöm szépen. Nem biztos, hogy csak az elhangzottakra reagálok, nem tudom, hogy lehet-e hallani, de remélem igen. Tiszteltel köszöntöm Önöket, és minden érdeklődött. Azt gondolom, hogy csak tényleg néhány olyan pontra, amelyik, de mondjuk kezdjük itt, ami a felvezetőben ott volt. Hosszú, nagyon-nagyon hosszú előkészítés után, gyakorlatilag előkészítés az azt jelenti, hogy készre fogalmaznak egy szöveget, előkészítés után gyakorlatilag egy kész záró nyilatkozattal kezdődött ez az egész, úgyhogy egy kicsit lehet ezen viccelődni, annyira a diplomáciához nem értek, de amikor ez megvan, akkor, hogyha ez valamelyik tagállamnak egyébként gondot okozott volna, akkor nyilvánvalóan felszólamlik, és nem tudom, hogy elmondja a kétségeit. Ez a közgyűlés, vagy hát a nemzeti hozzászólások, azok gyakorlatilag a nemzeti árnyalatokat, az álláspontokat tették hozzá, amely álláspontok időnként eltérhetnek. Mondjuk az Európai Unióban ez elég nehéz, hiszen az Európai Uniónak egy egységes álláspontja van. Tehát legfeljebb a magyar álláspont is, vagy hát magában a hozzászólásban is arra tettünk kísérletet, hogy kiemeljünk néhány olyan pontot, néhány olyan fókuszt, amelyik Magyarországon még fontosabb. Nem meglepő módon egyébként ez szinte egybevág azokkal a kérdésekkel, vagy akár vitatott kérdésekkel is egyébként, amelyekről ezek a szakmai vitáink szólnak. Én néhány, nyilván a filmben elhangzott kijelentés, de nem ezekkel a kijelentésekkel kell nyilván nekem sem vitatkoznom, de azért azt az egyet szeretném csak most kiemelni, hogy ennek az áradokumentumnak is a műfaja az nem cselekvési terv. Hiszen azt mondja, szerintem nagyon helyesen, hogy ez egy keret. A keretet picit az uniós dokumentumokhoz tudnám hasonlítani, persze nem bír egy akkora erővel egyik oldalon, a másik oldalon meg mégiscsak a nemzetközi jognak a legfőbb eszköze. Egy keretet ad, amit meg kell tölteni a tagállamnak. Azt mondja, hogy ezen kívül nem menjél, ezen belül egyébként a saját rendőr. Ez nagyon nehéz műfaj, mert nyilvánvalóan a halálbüntetéssel kapcsolatban itt szerintem nincs a teremben olyan, aki mást gondolna, mint hogy nyilvánvalóan nem megoldása. Azokat a tagállamokat, amelyekben ez megoldás, ezt nem lehet megváltoztatni ilyen egykönnyen, egyhamar, meg nagy valószínűséggel ennek belülről is jönnie kell, tehát ez belpolitikai kérdés is a legtöbb esetben. De van, ahol vitát érdemes folytatni, talán az általomcsökkentés volt egy ilyen kérdés, szintén a dokumentumban kiemelt helyen lévő mondat, és akkor ugye záró mondatom azzal kapcsolatban, amikor ezt a hosszú rendelettervezetet így akkor
szaknyelvesítve, fordításban megkaptam, kijegyzeteltem, akkor azt vettem észre, hogy milyen liberális a magyar szabályozás, és ennek én örültem nagyon, kedves Ákos. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Hát sok minden jutott eszembe, ameddig néztem a filmet, illetőleg az előadást. Bocsánat, elnézést, egy ügyrendi javaslat. Igen. Picit közelebb kell hajolni, hogy okay. Akusztikai szempontból. Így lesz ez jobb, nagyszerű. Nekem az jutott az eszembe ezzel kapcsolatban. Te vedd a kezembe a mikrofon. Ja, hogy vegyem a kezembe. És akkor... Aha. Hát ez azért nem lesz egy egyszerű feladat. Igen. Oké, okay. Ez is sokkal jobb. Tehát ugye az jutott az eszembe, hogy milyen érdekes evolúció megy át a nyelvhasználata ezeknek a dokumentumoknak, és hogy amikor még igazán közelről tudtam figyelni, hogy mi történik a nemzetközi szintéren, akkor az IMCDDA azon szervezeti egysége, amelyik a nemzetközi kapcsolatok tartásában különösen is aktív, és a harmadik országokkal kapcsolatos politikát, tehát nem az Európai Uniós tagállamokkal, hanem az Európai Unión kívüli tagállamokkal folytatott politikát próbálja valahogyan koordinálni és értelmezni, akkor ott az hangzott el, hogy az egyik legnagyobb érték, ami az Európai Unióban történik, az, hogy a nyelvhasználatnak van egyfajta evolúciója, és így például, hogy elkezdenek az Európai Uniós tagállamok egy nyelven beszélni a kábítószer politikát érintő kérdésekkel kapcsolatban. És nekem az volt a benyomásom, hogy például 2009-hez hasonlítva, amikor ugye első menetben tekintettek rá a tagállamok arra, hogy mi történt 1998 óta, ahhoz képest tetten érhető egy ilyen jellegű evolúció a nyelvezetben. Megjelenik valóban szinte, tehát ez a szómágia, egyébként ezeknek a dokumentumoknak az egyik sajátossága, hogy szómágiát alkalmaz, van egy ilyen, például az ártalom csökkentéstől az én tapasztalataim szerint az ENSZ tagállamok évtizedeken keresztül úgy rettegtek, mint ördög a tömjénfüsttől. Nem lehetett az ártalomcsökkentés kifejezést például egy ENSZ dokumentumban megtalálni. Ilyen szempontból kétségkívül forradalmi fejlődés következett be az ENSZ tagállamainak gondolkodásában, és hogy már ennyire fejlettek vagyunk, hogy egy ilyen szó megjelenhet, csak nem megjelenhet ebben a formában egy ilyen dokumentumban. Tehát ez az egyik, amit én tapasztalok. A másik, amit viszont érdeklődéssel figyelek, hogy minimum 10-12 éve folyamatosan arról van szó, hogy meg kellene fontolni, hogy ezeket az úgynevezett ENSZ konvenciók, hogy az ENSZ konvenciók azok elegendő mozgásteret teremtenek-e a tagállamoknak a tekintetben, hogy eredményesen tudják kezelni a drogproblémát, és hogy ez a kérdés év mint év, évtized mint évtized valahogyan lekerül tehát hogy erről nem beszélünk. És ez milyen érdekes, hogy, hát ugye Péter is mondta, hogy ugye ez egy olyan társaság vagy szervezet, amelyik csak és kizárólag akkor hoz meg valamilyen döntést, hogyha ottan egyetlen tagállamnak sincs ezzel kapcsolatban ellenvetése. De ugye ez mennyire érdekes, hogy e tekintetben, hát békjó, mint hogyha meg lennének békjózva a tagállamok, a szakértők, akik ezzel a témakörrel foglalkoznak, és hát remélem, hogy erre majd még vissza fogunk térni ebben a beszélgetésben, hogy például az ENSZ egyéb szakosított szervei, azok milyen állásfoglalásokat foglalnak e tekintetben, vagy fogalmaznak meg e tekintetben. Használod ezt? Megpróbáljuk ide húzni, hát ha működik ez így is. Azt mondja, nagyon megszorította. Jó. Jó reggelt, szervusztok. Azt akartam volna mondani, hogy ötször voltam a ENSZ Kábítószer Bizottságához a magyar delegációnak a vezetője. Ezt nem a dicsőségemre mondom, hanem a nyomorúságomra. Az első alkalommal azt hittem, hogy ez valami. Aztán a másodiktól tudtam, hogy ez valami, de hogy ez a tényleg a politika nyomorúságának a szörnyű mátrixa, és nem tette az ember ezt boldoggá. Tényleg ez a konszenzus kötelezettség, tehát a lehető legkisebb közös többszörös, vagy most van annak az osztatának a politikája, ez egy dráma, szóval tényleg elképesztő. A hangulatok, a
kormány képviselt, főleg a távol-keleti országok és más. És ebben az időszakban még alapvetően az Amerikai Egyesült Államok határozott meg mindent. Hiszen ő volt az ENSZ 80%-os donorja, tehát gyakorlatilag az történt minden, ami ott történhetett. Ezzel szemben csak szeretném jelezni, hogy a világméretű drog ellenőrzés egy alapvetően humanitárius szempontból jött létre. 1907-ben John Brandt nevezetű anglikán püspök Fülöp-szigetekről azért hívott össze egy első ilyen tanácskozást, majd ennek következőben 1909-ben az első droggal kapcsolatos konszenzus, amely akkor csak és kizárólag még az opium termelést érintette, és még utána 40 éven keresztül. Azért hozta létre, mert volt ugye az ópium háború. Ez a mögöttes ennek a dolognak. Nem tudom, hogy mennyien ismeritek ezt a dolgot, de ennél undorítóbb világpolitikai folyamat nem nagyon volt még, ahol az Egyesült Királyság, ugye az új világ nevében fellépve a demokráciát importálva, gyarmatosított országokba, és a szabad piac elveit képviselve megmérgezte Kínát, az Indiában termelt, rabszolgamunkával termelt ópiummal. Számos filmből ismerjük ennek a képi világát, milyen egy ópium barlang. Na most akkor tényleg az kínai, főleg a déli területeknek a férfi lakossága, a 10%-a volt ópium függő. Valami egész elképesztő állapotokat, ebből szeretek volna szabadulni, de akkor a szabad piac nevében hadiflottáját ugye bevetve, Anglia 1840 és 48 között hát visszaverte ezeket a szörnyű akarásokat. Na és erre jött ez a Brandt püspöki gondolat, hogy tehát itt az államok, a saját hatalmukon túlterjeszkedő állami akaratokat kell valamilyen módon rendszerbe foglalni egy humanitárius elv alapján. Tehát szó nincs arról, ami később megvalósult, hogy a maguk hatalmán túlterjeszkedő államok akarják az egyébként általuk nagyon nagy veszélyként ételezett kábítószerkereskedelmet keretbe foglalni. Ennek következtében 1961-ben már szó nem volt erről a megközelítésen, akkor alapvetően már tényleg egy minden tekintetben kínálcsökkentési politikai jött létre, tehát 61-es egységes kábítószeregyezményben, amelyik elsősorban és kizárólag a lefoglalásról, illetve a kínálcsökkentési beavatkozásoknak a sürgetéséből állt. Későbbiekben kezdett ez kiterjeszkedni a kereslet csökkentés felé, elsőben a 80-as évek második felétől, de alapvetően még ma is ugye ezek a keretek vannak. Hadd mondjam azt azonban, hogy főleg globális szinten a kínálatcsökkentés az önmagában álló drogpolitikai eszköz, akkor az a drogpolitikának a drága és embertelen kudarca, amelyiknek még nincs is bizonyítottsága. És ez egy nagyon alapvető kérdés, hogy olyan eszközöket használunk, amelyek ugye alapvető jogokat érintenek, hiszen a büntetőpolitika ebben a közegben mozog, és amelyeknek a hatékonyságáról és jogosultságról semmifajta vizsgálódás nincsen. Egyébként ez így van még a mai napig. Nagyon röviden még szeretném mondani, hogy talán azt megállapíthatjuk egyrészt, hogy felgyorsultak bizonyos fejlemények, elsősorban az, hogy még nagyobbak lettek az országok nézetei, beállítottságai közötti különbségek, drogpolitikai beavatkozási szempontból. Ez azonban messze nem elégséges arra, hogy új kereteket hozzon létre, mert egymás kioltó, a konszenzus kényszer miatt egymás kioltó viszonyok jönnek létre, és ma esélye nincsen, hogy az egyébként szinte mindenki által már régóta kritizált három egyezményi keret felfrissítése vagy átgondolása megtörténni, mert nem létezhet olyan közös gondolat, ami mentén ezt meg lehetne tenni. Tehát ez biztosan marad. Ennek következtében jön létre az a helyzet, hogy minden 194 tagállam, azt hiszem, aki részese ennek a folyamatnak, mindenki a balance theory-ra hivatkozik, tehát a kiegyensúlyozott drogpolitikára, de ez Indonéziától Uruguayig, igaz? És mindenki azt gondolja, hogy nála van ez a tudás, hogy mi a kiegyensúlyozott drogpolitika, és ezzel szemben viszont elképesztő különbségek vannak. Nagyon érdekes, ugye ezek az eloszlások, hogy a reformgondolatot alapvetően éppen azok az országok képviselik, amelyeket leginkább megcsapott a drogháború, tehát a dél-amerikai, közép-amerikai országok. Ezzel szemben a nagy
nagy konzervatív blokk az egyrészt Afrika, másrészt Távol-Kelet, és ebből kivonult az Egyesült Államok, ami nagyon sajátos helyzetet hoz létre, mert lehetőséget ad arra, hogy ebbe a vákumba különböző erők itt bele... Tehát az amerikai drogháború az valamifajta rendet teremt, tehát egy rossz rendet, de volt valami, amiből fel se vetődött, hogy valami mást is lehetne csinálni, hiszen az Egyesült Államok nélkül... De az Egyesült Államok most elengedte ezt a mezőnyt alapvetően, és nem lehet tudni, hogy melyik irányba megy. A kínálcsökkentés az egy nagyon fontos eszköz a drogpolitikának, nem abban a formában, hogy most van, csak ugye még ezt hozzátenném, hogy a világ börtön népességének a becslések szerint 25%-a ül kábítószerrel való visszaverés bűncselekményi köre miatt. 25%-a. Nem, 21, bocsánat, 21%, és az Egyesült Államokban 25, ami ott 500 ezer főt jelent. Ezeknek mindenhol a több mint 80%-a fogyasztói bűncselekmények elkövetéséért, és adott esetben elképesztő körülmények között. Nekem is volt módonban egyszer, kétszer, például egy magát megnevezni nem akaró szigetállam India mellett, ahol tényleg ketrec, beton padló és meztelen emberek haldokolnak egy ketrecben. Ez egy rehabilitációs intézet volt abban a megközelítésben. Európa egy érdekes szempontot képvisel, egy ilyen közvetítő szempontot, amelyik mindig hangsúlyozza, és ugye a közös álláspont is Magyarország ezt képviselte, ha jól tudom, rögtön siet megnyugtatni mindenkit, hogy elfogadja ezt a keretrendszert, megerősíti ezt a keretrendszert, ugyanakkor viszont erősen, vagy nem annyira erősen, de képvisel ettől eltérő és reform jellegű gondolatokat, akár az államcsökkentés, akár az emberi jogi megközelítést, akár a népegészségügyi vonalat. És amennyire én tudom, Magyarország egyrészt ezt képviseli, de másrészt viszont ott van azért ez a gondolat még mindig, hogy drogmentes lesz a világ, de ha nem is, akkor Magyarország mindenképpen 2020-ra. Csak a magyar kommunikációban volt még a 2014-ben, nem a drogstratégiában van benne, hanem annak a indoklási szövegében van benne. Na de minden esetre, szóval ilyen érdekes összefüggések vannak. Nem tudjuk, hogy merre fog tovább menni ez a dolog, de én fontosnak tartanám, hogy visszakerüljünk, és ebbe a keretes szerkezetbe helyezném a nem rövid mondani valómat, hogy egy alapvetően humanitárius, tehát emberi jogi alapú megközelítést, amely nem valami újszerű novum, hanem ugye Brent, anglikán püspöknek a felvetése volt. Köszönöm szépen. Mi rólunk csak annyit, hát a rendőrséget képviseljük, mi a kínálat csökkentésben van szerepünk, mert ezt írják elő a jogszabályok. Mi ezért beszélünk könnyen, mert a Nemzeti Nyomozóiroda alapvetően bűnszervezetek ellen foglalkozik, akik Magyarországra hoznak be kábítószert, illetve Magyarországon keresztül szervezik, ez lehet hazai vagy külföldi bűnszervezetek is, illetve mi csak a birtoklásnál is akkor foglalkozunk, amikor különösen jelentős mennyiséggel birtoklás kerül szóba. A rendőrségen igazából itt csak azt lehet számon kérni, amit a jogszabályok is előírnak. Tehát annak megfelelően kell fellépnünk, hogyha a jogszabályok előírják, hogy ki ellen kell eljárást indítani, ki követel bűncselekményt, akkor a rendőrség annak megfelelően fog fellépni. Hogyha megváltoznak a jogszabályok, akkor a rendőrség nyilván a változó jogszabályoknak köteles megfelelni. Tehát mi egy legfontosabb, egy jogalkalmazó szerv vagyunk, nem jogalkotók, így mi csak azt tudjuk csinálni, amit a törvények és az egyik jogszabályok előírnak. Én szeretnék üdvözölni mindenkit. Többek között azért is vagyok itt, mert az én egyik fő feladatom általában a mi munkánkban a nemzetközi együttműködés és nemzetközi műveleteknek a szervezése, koordinálása, illetve hát a rendőrség ezen kívül szakértői feladatokat is lát el. Ugye az Europolnál különböző kihelyezett szakirányokon rendőri szakértők vesznek részt, és most ugye megy ez a nagy projekt a belső biztonsági alapból finanszírozva, mármint az Európai Uniós belső biztonsági alapból finanszírozva, ez az EMPACT projekt, aminek az a lényege, hogy
a szervezetbűnözés és általában minden olyan bűnözési tevékenység irányában, különböző szakirányokon a tagországok platformokat hoznak létre, és közösen terveznek, és európai, tehát Europol szinten lépnek föl, illetve Eurojust szinten lépnek, tehát az igazságügyi és a rendvédelmi szinten lépnek föl közösen különböző irányokban. A kábítószerrel kapcsolatban itt leginkább a heroin, kokain és a szintetikus kábítószerek azok, amelyeket az Unió és a bizottság fő csapásirányként jelölt ki. Ez politikai döntés, minden négy évben, egy négy éves ciklusban működik ez. Ez nyilvánvalóan kihat arra is, hogy a különböző tagállamok rendvédelmi szervei hogy és milyen irányban szervezik a munkájukat. Ehhez azért hozzátartozik, hogy elég nagy a változás az elmúlt 10 évben is, tehát ebben a drogháborúban. De ugye beszéltünk arról, hogy az Egyesült Államok visszalép egyfajta szinten. Ugyanakkor ők meg is változtatták azt a fajta nemzetközi stratégiájukat, hogy és milyen módon lépnek föl. Ugye a DEA mindig is elmondja, hogy az ő fő feladatuk az, hogy próbálják valamilyen módon szabályozni a kábítószer bemenetelét az Egyesült Államokba, és mindegy, hogy hol. Tehát nem maradnak a határaikon, hanem mennek határon túl. De rájöttek arra, hogy az a fajta korábbi drogháború, amit folytattak, az egyszerűen nem működik. És most az van, hogy ők azt mondják, hogy keresd a pénzt. Tehát most egyre jobban alakul át az a nemzetközi szemlélet, hogy megyünk a pénz után, vagyonvisszaszerzés, tehát megcélozni a szervezetbűnözői csoportokat, azoknak a vezetőit, és onnan visszaszerezni a pénzt, elvonni tőlük a pénzt, az, hogy ne lehessen mit befektetni. Illetve maga a pénzmosás és a pénzmosás után, és a gazdasági hasznot természetesen a tagállamok ezt azért nyilvánvalóan saját maguknak tudják bezsebelni. De hát folyamatosan változik. Az új pszichoaktív anyagokkal szintén tökéletesen megváltozott minden, tehát itt most az elmúlt 2-3 évben kezdődött el igazi komoly gondolkodás a kínálat csökkentési oldal részéről, hogy és milyen módon lehet fellépni. Erre vannak megoldások, lásd az angolt, lásd az írt, lásd a magyart, lásd a románt. Most törvénykezési szempontból beszélek, ugye a mi generikus szabályozásunk azért én szerintem az első volt talán, ami egy kicsit proaktív volt a kábítószeres szabályozások terén, ami valaha is történt szerintem ebben az országban. Jelen pillanatban élen jár, most az Unió még mindig ezzel foglalkozik, mert egyszerűen képtelenek egy közös platformot hozni ebbe a jogszabály alkotásban, hogy unió szinten alkossanak jogszabályt az új pszichoaktív anyagokról. Hát ezt nyögjük még folyamatosan, és hát próbáljuk ezt újra és újra elővenni, súlykolni, hogy egy kicsit ebbe az irányba menni, hogy legalább képbe legyünk azzal, hogy hol vagyunk, és ne az legyen, hogy mindig a szerhasználat után kelljen szaladni, amikor már 10-15-20-30 ember, egy ember is sok, ha meghal, amikor nagyon viccesnek tűnhet, amikor megjelenik egy új anyag Magyarországon, meghal 2-3 ember, nagyon jól működik a Retox, elmegy az információ, és Angliából jön vissza a köszönet, hogy köszönjük szépen, hogy ez ilyen jó volt, és hogy ilyen gyorsan szóltunk, mert hogy így csak 44 ember halt meg, és már kiszámolták, hogy körülbelül mennyi halhatott volna meg. Tehát azért ezek nagyon érdekes dolgok, mert ez a globális megközelítés, és a tagállamok megközelítései, ez mind nagyon szép, a politika nagyon jól működik, de az utcán ott máshogy van, és ez mindenkinek máshogy van. Tehát annak is, aki ártalomcsökkentéssel foglalkozik, annak is, aki keresletcsökkentéssel foglalkozik, és annak is, aki kínálatcsökkentéssel foglalkozik. Hát egyszerűen beláthatatlan jelen pillanatban is, hogy igazániból mi lesz a jövő ebből a szempontból. Köszönöm szépen. Köszönöm én is. Esetleg, hogyha valaki még gyorsan akarna reagálni. Menjünk tovább azzal, itt elhangzott, Ákos vetette fel, hogy mi volt a magyar álláspont az Angersen, hogy nyitva Jurat kérdezném, hogy esetleg ezt el tudnál mondani, vagy talán... Szívesen, az magyar álláspont az megegyezett az Európai Unió álláspontjával természetesen. Két dolgot hangsúlyoztunk, vagy hangsúlyozott ez a nagyon rövidre szabott, ugye a keretek miatt rövidre szabott lehetőségű hozzászólás.
Az egyik az, hogy Magyarországot, és azt gondolom, hogy ebben a szakma alakítóival, véleményformálóival, civiljeivel is egyetértünk, az új pszichoaktív szerek szerepe és annak a hihetetlen utcán, telepeken, és a csoda tudja mindenhol érezhető hatásai azok, amelyek nekünk erősebb kihívások ahhoz képest. Foglalkozik ezzel egyébként az uniós álláspont, illetve maga a záró a nyilatkozat, illetve anyag is. A másik ilyen álláspont, ami a prevencióval kapcsolatos, de gyakorlatilag újat ezzel nem mondtunk, vagy ezzel sem mondtunk természetesen, csak hangsúlyoztuk, hogy a családok és a közösségek megerősítése nélkül, illetve, és most kicsit ilyen tágabban fogalmazok, anélkül, a szemlélet nélkül, hogy az egyéni problémára, az egyéni bajokra kizárólag egyéni megoldásokat kereső szolgáltatások, beavatkozások, segítségek vezethetnek eredményre, ezt az elvet, ezt a prevencióban érvényesíteni kell. Talán ez volt a két ilyen legmarkánsabb üzenet, mind a mellett, hogy természetesen megerősítettük, hogy mindenben egyetértünk, azt mondtam, talán a hollandi által előterjesztett, így van, Európai Uniós szövegekkel. Ezzel együtt egyébként mindaz, ami most elhangzott, és elhangzott ugye a kínálatcsökkentés is, hihetetlenül egybevág azzal a szöveggel, hogy még egyszer mondom, mindig szoktam mondani, nem vagyok szakember a területen, de azért utána tudok én is olvasni, ahol már nem csak egyébként az új pszichoaktív szerekre, hanem azokra az előanyagokra és az azokat megelőző anyagokra kíván koncentrálni az álláspont. És én azt gondolom, hogy ez az út, amin Magyarország is jár a kereslet, a kínálat csökkentésben ez ebben megerősítés nyert. Erről nem szólt egyébként a magyar álláspont, bocsánat, ez csak még az előzőekhez kívántam hozzáfűzni. Köszönöm. Lehet egy kérdés, csak az előbb itt, hogy mennyire proaktív a generikus szabályozás, csak az vetődött fel bennem, hogy a designer drogok azok nem pont annak a szép példája, hogy ami olcsó, és hogy a fogyasztók azt gondolják róla, hogy legális, az borzasztó módon terjed. Tehát tulajdonképpen lehet, hogy kevesebb haláleset lenne designer drog ügyben, ha jó minőségű heroint vagy kannabiszt megvásárolhatnának a sarki trafikban. Tehát, hogy tulajdonképpen tényleg az a kérdés, hogy végül is a generikus szabályozás az mire proaktív? A generikus szabályozás arra proaktív, hogy egyáltalán képbe vagyunk ezekkel az anyagokkal valamilyen szinten. És a másik az, nyilván itt most ez megint politikai kérdés, amire én nekem nem tisztem válaszolni egyrészt. Másrészt jogalkotó szintű kérdés, amit szintén nem tisztem válaszolni, de azt, amit én látok, hogy arra van lehetőségünk, ha már eldőlt, és jogpolitikai szinten eldőlt, hogy kriminalizáljuk a designer drogokat. És nyilvánvalóan nem úgy kriminalizáltuk őket, mintha kábítószerként, hanem első körben azt mondtuk, hogy nézzük meg, hogy mi a helyzet ezzel, itt a fogyasztás szintúgy nincsen, nem büntetjük, egyszerűen a kereskedést büntetjük, illetve ennek az előállítását valamilyen módon, és ez kriminalizálódott. Föl tudjunk lépni ellene rendvédelmi szinten, tudnilik, olyan szintű lemaradásban lennénk, ha csak simán úgy listáznánk, például, mint Szlovákia, ami egyébként amúgy is Magyarországnak gondot okoz, mert az eltérő jogi szabályozások az Európai Unión belül problémát okoznak, ahol nincs ilyen jellegű szabályozás, tekintettel arra, hogy megkerülhetőek a szabályozások. Ezek egyébként ilyen, hát olyan kis trükkök, ilyen kis bűnözői trükkök. Azt mondom, hogy én átmegyek egy másik országba, ahol van egy fekete luk ebben a szabályozásban, majd utána simán egyszerűen a csomagküldő szolgálatokat felhasználva hazapostázom. Na most a probléma az, hogy ezek az eltérő szabályozások okoznak problémát a rendvédelemnek, úgymond, akkor, amikor föl kell lépni bizonyos országokban. De egy biztos, hogy ma, ha jól emlékszem, én most nem olyan régen beszéltem a Nagy Julival, a BSK-tól, aki azt mondta, hogy tulajdonképpen a jelen pillanatban ismert új pszichoaktív anyagok közül talán 5 olyan van, ami jelen pillanatban nincsen listán Magyarországon, és ennek az 5-nek is most már folyamatban van a listára vétele. Az, hogy ebből a úgymond C-listából majd mi válik kábítószerré, azt az élet hozza.
Tehát az élet hozta azt, hogy a mefedron az lett, az élet hozta, hogy más valami az lett, nem tudom, hogy az alfa PVP-ből mi lesz, és, de még lehetne sorolni, majd jön valami. És az a baj, hogy ez egy ilyen folyamatosan működő történet, igen, sajnos behelyettesítik. Ez lett a vége, ez egy teljesen új trend. Tehát tényleg 4-5 éve indult el igazándiból, és hát még nem látjuk a végét. És azt, hogy ez hogy lehet, ez egyszerűen nem is lehet elemezni jelen pillanatban. Az új pszichiatris szerekre csak azért reagálnék, mert ugyanazt a csapda helyzetet hozza létre, mint az egész világméretű drogpolitika kínálatcsökkentési orientációja. Csak egy illusztráció, a Forbes 2014-es listára vétele alkalmával 24 halálos esetre reagált a rendszer, amiből 7 volt viszonylag igazolt, hogy közvetlen összefüggés lenne, a többieknél többszörös használat volt. Csak úgy szemben, hogy ugyanabban az évben 700 ezer ember halt meg alkoholfogyasztásban. És tudjuk, hogy a 61-es egyezményben furkos bottal maradt ki az alkohol, mert hogy az Egyesült Államok egyszerűen nem hagyta, hogy bekerüljön, és ezért nem tilalmi listán lévő szer az etil. Na de ugye ez már egy régi vita, tehát hogy ez maga a nonsensnek az abszurdja, hogy még egy ilyen ős magyar szót mondjak. Amit akarok mondani, hogy ugyanabból a három egyébként éves premisszából indul, az kínálatcsökkentés orientált drogpolitika, mint a célista, amelyben ez önálló eszközként szerepel, drogpolitika eszközként. Az egyik az, hogyha valamit tilalmazunk, akkor az a szer eltűnik a piacról, ez valahogy nem stimmel. Egyes kisebb szereknél igaz, például a kanabisznál, ópium termékeknél évszázadok óta sem az. Ezért van illegális piac. A második, hogyha eltűnne esetleg a piacról, akkor az egy lukat hajt, tehát annyival csökkenne a piac. De hát sajnos a keresleti oldal az nem így működik, az betömödik egy új szerrel. És a harmadik pedig éppen ez, hogy amikor azt gondoljuk, hogy önmagában egy kínálatcsökkentési, büntető politikai, büntető jogi lépés bármilyen kérdésnek a megoldása lehetne. Ez a legnagyobb tévedés, ami létezik. Csak és kizárólag akkor működik ez a rendszer, amikor egy jól összehangolt társadalompolitika részeként jelenik meg. Egyik, nem legfontosabb és leghangsúlyosabb elemként jelenik meg a például a jogalkotási aktus. És így van ez ma is, mivel a célista az egyetlen adott helyzetre reagáló drogpolitikai eszköz ma, ezért biztosan nem fog tudni pozitív hatással lennek fel azt, hogy végighajszolja a piacot újabb és újabb szereken, még kevésbé védett módon, még nagyobb kockázatokat okozva, és még kevésbé megtalálva őket, és egyre inkább elterjedő módon, mint ez most történik is. Jól érezhető módon. Ezt csak azért mondom, mert ez ugyanaz a megközelítés, mint ez a kínálatcsökkentésen alapuló drog politikai csapda globálisan is. Szabad nekem is egy picit reflektálnom az elhangzottakra, és elsősorban, amit voltatok kedvesek itt a kínálatcsökkentési tevékenység szabályozási környezetével, illetőleg mozgásterével kapcsolatban mondani, hogy ugye beszéltünk már a szómágiáról, és akkor a szómágiának egy másik eleme ez a Zákos által is már említett balanced approach, vagy ilyen kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazunk. Nem tudja senki sem szerintem, hogy mit jelent valójában ez a balanced approach. Nekem gyakran az az érzésem, hogy ez egy ilyen, hát leöntjük valamivel azt, amit nem tudunk igazából megfogalmazni. Másodt ezt úgy értelmezzük, hogy csináljuk a kínálatcsökkentést is, meg a keresletcsökkentést is, csak ez a kettő nagyon ritkán van egymással valóban összefüggésben. És például, amikor a kínálatcsökkentésnek a mérsékelt eredményességéről beszélünk, nyilván ez még szóba fog kerülni, akkor a mögött talán az is meghúzódik, hogy mennyire tudja a kínálatcsökkentés azokat a kutatási tapasztalatokat például felhasználni, amit a keresletcsökkentés, vagy a nem tudom, hogy a kutatást azt hova soroljuk, de mondjuk talán a keresletcsökkentési tevékenységet is megalapozó kutatási tevékenységből tudunk, mi motiválja például a kokáért a különböző szereknek a használatát, e tekintetben milyen módon lehetne nem
konkrétan a bűnüldözésben, hanem így globálisan szabályozni ezen a területen. Tehát, hogy nekem az az alapvető hiányérzetem, hogy amikor erről a kiegyensúlyozott megközelítésről beszélünk, akkor pont nem használjuk azoknak a területeknek a tudásanyagát, ami a kínálatcsökkentés, illetőleg a keresletcsökkentés területén rendelkezésünkre áll. És ebből adódóan kicsikét ilyen süketek párbeszédét folytatjuk. Mert ti elmondjátok, hogy milyen remek, hogy van generikus szabályozás Magyarországon, és ez milyen rendkívüli mértékben proaktív. A jelenlévő, mondjuk az ellátás területén dolgozók pedig azt kérdezik, hogy és ezzel mire mentünk? A mi szempontunkból azért nagyon jó, ez most ez nagyon jó hangzik, a mi szempontunkból. Igen, tehát mint ahogy Attila elmondta az előbb, mi a jogszabályok mentén dolgozunk, nem mehetünk tovább. Pillanat, csak azért mondom, most a generikus szabályozás a mi szempontunkban a következő. Én azt látom, vagy mi azt látjuk mondjuk egy felderítési adat alapján, hogy XY, mit tudom én, akár egy jól szervezett csoportban elkezd beszerezni különböző anyagokat, aztán ezt valamilyen úton, módon megpróbálja megoldani azt, hogy ezt az anyagot, ezekből valami mást készítsen, aztán ezt kiteríti valamilyen úton, módon szintén megszervezve, egy hálózaton keresztül, ahol emberek megeszik, vagy meghalnak, vagy jól érzik magukat. Mi ennek a nyomára jutunk. Ez nyilvánvalóan azt mondjuk, hogy ez ott van ezen a listán, van egy anyag, van egy másik, amit dizájnolnak, és mondjuk, hogy tulajdonképpen ugyanaz, de mégsem az. Csak azért, mert papíron nem úgy hívják, hogy, hanem máshogy hívják. És innentől kezdve mi azt látjuk a mi szempontunkból, itt ugyanúgy bűncselekmény történik. Tehát azt mondom, hogy törvények alapján, ha azt nézem meg, mint nekem, mint jogalkalmazónak, nekem az a feladatom, hogy ezt a bűncselekményt valamilyen módon megelőzzem, vagy megakadályozzam. És akkor azt mondom, hogy az én munkámat jelentősen erősíti az, hogy generikus szabályozás van, mert abban a pillanatban megszüntet egy olyan lukat, amivel eddig korábban szembesültünk. Arról nem beszélve, hogy olcsóbb is. Miért olcsóbb? Azért, mert elkezdtünk dolgozni egy bűnözői csoporton, akiről tudjuk, hogy valamilyen illegális tevékenységgel jelentős pénzeket szed be. Az egész a pénzről szól, nyilvánvaló. Tehát őket aztán roppantó nem érdekli, hogy ki hal bele, ki nem hal bele, ki mit eszik, nem eszik. Ők maguk nem is nagyon fogyasztják. Összekeveri a betonkeverőben, eladja. És aztán elkezdünk dolgozni. És a, mit tudom én, két hónapi munka végén azt látjuk, hogy ott van egy valami, amire azt mondja a szakértő, hogy ez egy olyan anyag, ami nem büntetendő. És el kell engednem az embert. És ezen közben a rendőrség mondjuk pont egy ilyen ügyre elkölt 8-10 millió forintot. És azt mondom, igen, pech, ezt mondom, pech, de hát én nem mondhatom azt, hogy pech, de azt mondom, hogy ez az országnak pech, mert az ország elköltött a saját költségvetéséből 8-10 millió forintot a semmire. Viszont, ha én ugyanerre a csoportra, mert lehetőségem van rá a jogszabályok alapján, azt mondom, hogy megfogom őket, be tudom bizonyítani, hogy bűnszervezetként működnek, be tudom bizonyítani, hogy kábítószerrel vagy új pszichoaktív anyaggal kereskednek, mindez ezért történik, akkor mi a következő lépés? Vagyonvisszaszerzés. És ugyanakkor pedig kinyomtam egy bűnözői csoportot ebből a körből. Én nem azt mondom, hogy ez a megoldás, ez csak egy része, egy szegmense. De egyébként, ha megnézzük a drogstratégiát, akkor a kínálatcsökkentési része ennyi. Ennyi, és az összes többi az... ott az összes többi. Tehát én legalábbis ezt láttam belőle, amennyit elolvastam, mert eléggé sokat olvastam, és azt gondolom, hogy mi egy tényleg a kínálatcsökkentési része, a rendvédelem, az csak egy szegmense. Azt viszont valószínűleg a politika fogja eldönteni, hogy mekkora szegmense lesz ennek a továbbiakban. Egy picit más dimenziót hoznék be itt az új pszichoaktív anyag kapcsán, a közegészségügyi társadalmi dimenziót. Nekem a New Yorkban nem az ENSZ volt a legnagyobb élmény, hanem az, hogy egyik este elmentünk egy kis baptista templomba New Yorkban, ami az egyik legrégebbi afroamerikai baptista felekezet, úgy hívják, hogy Abyssinian Baptist Church, és ott egy ilyen egyházi vezetők beszélgettek drogpolitikáról című találkozó volt, és volt egy fekete amerikai tiszteletes barber tiszteltes, aki elmondta azt, hogy ő miért
került szembe végül is ezzel a drogháborús politikával Amerikában, és az, hogy ő a saját közösségében azt látta, ugye a helyettes államtitkár is megjegyezte, hogy a családok szerepe milyen fontos, és hogy ő azt látta, hogy egész generációk nőnek föl apa nélkül, csonka családokban, mert fekete fiatal férfiak hiányoznak közösségekből, mert hogy olyan arányban vannak bebörtönözve, csak épp kábítószeres bűncselekmények miatt, hogy egyszerűen eltűnnek a közösségekből hosszú-hosszú évekre a fiatal férfiak. Ugye úgy nőnek föl a fiaik, lányaik, hogy nincs apa modell sem, és hogy ők is előbb-utóbb rossz oktatást kapnak, többnyire szegregált településekben nőnek föl. Tudjuk azt statisztikákból, hogy egy afroamerikai fiatalnak 7-szer nagyobb esélye van börtönbe kerülni, mint egy fehér fiatalnak, és körülbelül 7-szer kevesebb esélye van bekerülni mondjuk egy rehabba, mint egy fehér középosztályban fiatalnak. Tehát, hogy ez az egész egy kicsit a társadalmi igazságosságról is szól, hogy hogyan sújtja a büntető politika, másként sújtja a mondjuk a marginalizált hátrányos helyzetű közösségeket. Itt biztos nagyon sokan alá tudják azt támasztani, hogy az új a designer drogok teljesen sokkal pusztítóbb hatással vannak a hátrányos helyzetű településeken, fiatalokra, iskolákban. Most itt nem is csak a romákról beszélek, hanem úgy általában mondjuk a mély szegénységben lévő emberekről, hogyha ezekre a településekre ugye rászabadultak ezek az olcsó szerek, és ott is azt gondolom, hogy az a veszély fenyeget, hogyha nem találunk erre megoldást, hogy hogyan lehet ezeken a szegregátumokban, de akár itt mondhatnám mondjuk az olyan helyeket, mint a 8. kerület is, ahol ugye szintén az van, hogy kibejárnak az emberek a börtönből, és hogy nem jutnak kezelésbe, semmilyen kezelésbe ezek az emberek, nincsenek válaszaink közegészségügyi szempontból, hogy akkor hogyan fogjuk ezt az ördögi kört így megállítani. És most szerintem ez ettől függetlenül is, tehát most nincs a világon egy olyan ország, ami tökéletes jogi szabályozást vezetett be eddig az új pszichoaktív anyagokra. Én egyébként azt gondolom, hogy egyetértek Ákosékkal, hogy a célista nem eredményezi azt, hogy itt vissza fog szorulni a kínálat ezeknek a szereknek. Én azt gondolom, hogy a megoldás viszont az lenne, hogy jobban kéne arra fókuszálnunk, és meg kéne találnunk a válaszokat, hogy mit kezdjünk a kereslettel, mit kezdjünk azzal, hogy ennyi rengeteg fiatal van, akiknek az életére ez az egész pusztító hatással van, milyen szolgáltatásokat tudunk nyújtani, és az állam ezt hogyan tudja finanszírozni. Talán itt akkor azt gondolom, hogy a mondat utolsó része meg is adta, hogy esetleg a helyettes államtitkár úr kívánna valahogy reflektálni az elhangzottakra. Biztosan nem véletlen, én is jártam baptista közösségekben ezen az úton, és ott az állam nem finanszírozza ezeket a programokat, csak úgy szeretném ezzel a felütéssel kezdeni. Kicsit másként működik és működnek, ellenben egyébként a baptista a közösségek egyébként a saját elképzeléseiket és programjaikat igen. És kihangsúlyozottan, ami nálunk egyébként nyilvánvalóan megint csak lehetne egy példa, egészen alacsony, hogy mondják, életkorban, tehát már nagyon korán a kisiskolások körében, tehát amit én láttam, hogy kérdeztem, hogy mikor hall először például egy úgy átlag amerikai fiatal a drogkérdésről, akkor nagyjából mondják, hogy ahogy az iskolába belép nagyjából, és akkor onnantól rendszeresen nyilvánvalóan az ő korának, meg közegének megfelelően. De hát látható, hogy ez sem működik, mert hogyha ez működne, akkor jobb eredmények lennének. Az azonban egyébként tényleg egy ilyen fontos kérdés, és azért szeretném hangsúlyozni, és itt a rendőrségi álláspontra azért egy fél mondatta még egyszer ráerősítve, nem rossz út, tehát hogyha azért van egy ENSZ vélemény, kicsit több, mint vélemény, amik azt mondja, hogy nem járunk rossz úton, sőt, még egyszer mondom, előanyagok, meg az azt megelőző anyagokra kellene kiterjeszteni, akkor az a fajta variabilitás, amely egy molekula szerkezeten változtatok, nem tudom én, kémiai alapon, és innentől kezdve, hogy ez egy legális, ezen áll vagy bukik a történet, ugye
Sárosi Péternek is az indexes beszámolóját olvastam, és akkor hát a kicsit ráolvasok, rákeresek már mondjuk a neten, és van egy kiváló interjúsorod, vagy riport az indexen a szegregátumokban folyó tevékenységekről, egyebekről. Teljesen egyértelműen ebből is, nyilván ez nem egy kutatás, de mögött azért reméljük, hogy lesznek kutatások, mert mintha most kezdenénk majd bele egy nagyon fontos idevágó kutatásba, ami szerintem megalapozhat egy új politikát ezzel kapcsolatban, az, hogy ezek a szerek pont emiatt borzasztóan olcsók, tehát nem alternatív. Ugye mondtad itt jó minőségű heroint és jó minőségű kanabiszt emlegettél, mennyivel kerülne az többet? Ez egész egyszerűen pénzkérdés, de a másik oldalról, a fogyasztói oldalról. Tehát őszintén szólva, megdöbbentem, és utána megkérdezgettem, de megerősítették olyan szakemberek, akik már úgy nálamnál jóval közelebbről láttak ilyen esetet. Tehát igen, 300-400 forintnyi anyagból egy napot megoldanak. És amikor döbbenetes, nem tudom, hogy ebben a cikkben olvastam, vagy csak egy beszélgetésben fordultunk erre rá, és összehasonlítottuk, és akkor előveszem az alkoholtémát, de csak egy mondat erejéig, mondjuk a kannás borral, ez jóval drágább. És még egy dolgot szeretnék hozzátenni, ő teljesen tudatosan tudják, hogy ez legális, ez még nincs betiltva. Mert holnap be lesz tiltva, akkor majd valami más szert. Értem én ezt a veszélyt, amit mondasz, hogy holnap egy másik szert, amitől majd lehet, hogy meghalunk, ettől nem haltunk már meg. De ez sem így működik, ezt is tudjuk. Tehát ezek a szerek sem, hogy mondjam, a közegészségügyi kockázatokat ismerjük, de nem ismerjük az egyéni egészségre gyakorolhat. Ugye filmben látható, hogy milyen jó lett volna, hogyha olyan szert szedhetett volna, vagy vehetett volna be a lányom, amelyiken rajta vannak az összetevők, annak a hatásai, és így tovább. Ettől függetlenül hányan halnak meg olyan szerekben, ahol rajta van a mellékhatása, a hatása, stb. És egyébként receptre kapható. Tehát, hogy értem én, de ez sem megoldás. Ez is lehet, hogy egyfajta megoldási lehetőség. Rátérve egyébként a finanszírozásra, igen, tényleg nagy viták vannak a kormányzaton belül, és ezeket a vitákat hol hangosabban, hol halkabban nyilvánvalóan lehet ismerni. Az egészen biztos, hogy mi most, és ezt a harcunkat szerintem elég sokan ismerik, hogy meglehetősen nehéz forrásokat találni bizonyos, még akár egyébként kormánypárton belül is vitatott kérdésekre, meg így pláne. De ebben az évben kísérletet tettünk újra arra, amire ugye az elmúlt években, hogy ne csak az uniós forrás, amire nagyon nagy szükség lenne, és egyébként ez a 3 milliárdos forrás, az, hát most nem tudom, nem jegyeztem föl, hogy mikor várható, de van már végre egy ütemezése az uniós prevenciós programjaink elindulásának, de még ezt megelőzően hazai forrásból benyújtottunk egy olyan javaslatot, amely az országgyűlés előtt van, hogy duplázzuk meg az idei költségvetését, nagyon alacsony költségvetését a drogprevenciónak Magyarországon, mert látható, hogy ha valamit nem tesz a döntéshozó, és utána a végrehajtás, és egyébként az összes civil, önkormányzati és egyházi szereplő, aki ebben aktívan részt vesz, akkor valami nagyon nagy sötét dolog felé futunk, amit én csak kutatói jóslatokból ismerek, és már egyébként a nagyon óvatos kutatói becslések is nagyon-nagyon sötét képet rajzolnak föl. Úgyhogy ezen vagyunk, ezt azért nem tudom múlt időben mondani, jó lett volna bejelenteni, hogy ó, hát akkor jóvá hagyta a parlament a 390 milliós igényünket, nem hagyta még jóvá, de azért mondtam, igen, hogy körülbelül megduplázok. De erre törekszünk, ez az ágazati vezetésnek a benyújtott kérelme, javaslata, jelzem vagy jelentem, a Ákosan nézek, aki ezt tudja, mit jelent, hogy az NGM jóvá hagyta. Tehát van remény, de még nem mondhatunk rá végleges elment. Köszönöm. János jelezte, hogy az ablaknál szeretnének hozzászólni, akkor hadd adjuk. Köszöntök mindenkit, jó napot kívánok, szervusztok, Szalponos József vagyok, Szolnokról, hogy ne nép nélkül mondjak valamit, és helyettes államtitkár úr által elmondottakat üdvözöleten próbálom magamban elraktározni. Csak az a kérdés, hogy a gyakorlat hogy áll. Most van egy történelmi lehetőség, a közoktatási kerekasztal vitatja 20/2012-es elemi rendelet néhány paragrafusát, többek közt a drogprevenció
minősítésének mikéntjét, pontosítottak is rajta, ismerem a tervezetet, a megyei nemzeti pedagógus kar számára el is tudtattam a véleményemet, remélem, hogy továbbítják, de itt is szeretném kihangsúlyozni, hogy maga a minősítés az nem egy ördögtől való történet. De a megvalósításra borzasztóan fér egy pluszot. A Dunától keletre két szervezet rendelkezik minősített programmal, egyik a RÉV Szenvedélybeteg Segítő Szolgálat, másik pedig Debrecenben egy civil szervezet. Mi zajlik akkor az iskolánkban? Miért nem mennek át a minősítéseken azok a programok, amit egyébként mondjuk jó szakértőkkel is megnézettünk, és azt mondták, hogy jónak találja, nevesíthetem talán a nevét, de nem mondom, ott ül középen egy hölgy. Nem is értette, hogy miért nem engedték át mondjuk a miénket, akik egyébként nagyon sok mindenben részt veszünk. Ingyenesen tevékenykedünk a kistérség 18 településén. Önkormányzat által fenntartottak vagyunk. És hát sok mindent tudnék mondani. Tehát nekem lenne egy korszakalkotó javaslatom. Ne programot legyenek kedvesek minősítetni, hanem szervezeteket akkreditáltatni. Van-e tapasztalatuk? Milyen referenciájuk van? Milyen szakemberkárdával dolgoznak? Piacorientáltak, vagy mi gyakorlatilag ingyen dolgozunk, hiszen egyrészt az állam tart el bennünket, másrészt az önkormányzat, illetve a kistérségi társulás. És sok minden más, azt gondolom, dolgot be lehet ebbe venni, és akkor időarányosan tudunk azonnal reflektálni helyi problémákra, és nem egy évekig vagy hónapokig tartó, sok esetben kilátástalan procedúrán keresztül menve elbukni. Szolnok városáról annyit tudni kell, hogy egy jól működő kábítószerügyi egyeztető fóruma volt, van, ennek majd 10 év voltam az elnöke, nálunk csökkent a kipróbálás aránya. Köszönhetően annak a szervezetbeavatkozásnak, amit az önkormányzat vezetésével civil, egyházi, állami, önkormányzati szervezetek tettek. Ebbe a központosítás az úgy belerondított, mint annak a rendje. Nálunk drogügyi koordinátorok voltak az iskolánkban, órakedvezménnyel, szervezték a tevékenységet, létrehozták ezt a drogkonzultációs központot, aminek a vezetője vagyok, mégpedig az önkormányzat, tettük a dolgunkat, éves forgalmunk 11 ezer fölött van, elismertek vagyunk, de hivatalosan ki vagyunk ebrudalva a rendszerből. Hát azért nem vagyunk egyébként, mert a megkereső program az egy törvényi szabályzás, és az magasabb jogalkotói forma, mint az MMI rendelet. És mint alacsony köszöbű szolgálat, nekünk feladatunk a rejtőzködő szárosznak megtalálása, és azok egy része az iskolában van. Csak hát nem ezeket a jogos trükköket kéne megtalálnunk, hanem az értelmes párbeszéd mentén talán úgy alakítani a jogi szabályozást, hogy a megelőzés, az ügynevezett kereslet csökkentés, mert nem sok szó esett idáig, az visszakapja a régi súlyát, lehetőségét, mert egyébként tényleg óriási bajok lesznek. Köszönöm szépen. Én maximálisan egyetértek azzal, amit ön mondott, olyannyira, hogy keresem a szemkontaktust Müller Éva kolléganőmmel. Köszönöm szépen, mert százszor jobb a memóriája, mint az enyém. Nem tudom, hány hónappal ezelőtt zarándokoltunk el Török Krisztina megbízott főigazgatóasszonyhoz, hogy akkor, mert ugyanis nem mindig a szabályozással, inkább annak a gyakorlatával van sok esetben. Én arra voltam kíváncsi, hogy gyakorlatán lehet-e változtatni. Hát vagy fél tucat ígéretet kaptunk, amelyből hát egyet sem sikerült eddig meg behajtanunk rajtunk, arra nézve, mert én is úgy föltettem ezeket a kérdéseket, hogy akkor ezeket a tartalmi vizsgálatokat hogyan folytatják le, ki folytatja le, mik a szempontok, a bírálatok miért ilyen hosszú ideig tartanak. Ugyanúgy felvetődött egyébként az, hogy nem programot, hanem szervezetet kellene akkor befogadni a rendszerben. Nem nálunk van, nem a szociális ágazatnál van. Tehát mi is elmentünk, tárgyaltunk, én is, amikor ezt ismertettek és elmondták az összes anomáliát, ezen nagyon meglepődtem. És akkor az ember vesz ilyenkor egy nagy levegőt, és akkor megint azt mondja, hogy hát akkor mi a mi lehetőségünk? A mi lehetőségeink között, hál' Istennek, megint csak azt kell mondjam, hogy az elfogadott éves fejlesztési keretben most már látható az ütemezése, bár nagyon kétségeim vannak, hogy el tud-e indulni összre, de ott van az óvoda és iskolai szociális segítés. Akkor ezen keresztül jövünk be. Amelyet egyébként már most betettünk
a jogszabályba, és a magát ezt az óvodai és iskolai szociális segítést nevesítve tartalmazza az összevont családsegítő gyerekjóléti szolgálat, pontosabban központoknak a feladatköri leírása. Nincs még kifejtve, hát arra indul egyébként ez az EFOP program, amely nem az előzmények nélkül indul el, hiszen az indítól kezdve jó néhány olyan programnak a tapasztalatait is összegyűjti ez a stáb, amelyik ezt majd le fogja vezényelni, ezt az EFOP programunkat, amelynek a végeredménye az, hogy lesz hozzá jogalapunk, és lesz hozzá, én azt gondolom, kellő muníciónk. Már most is megvan, csak össze kell gyűjteni, és én azt gondolom, hogy egyszerűen a rendszer kikerülhetetlen elemévé kell tenni azt, hogy ott lehessünk bent. Most meg elkezdődött, ez csak zárójel és elnézést, hogy itt ventilálok, de hogy elkezdődött természetesen a közoktatás köznevelési területtel a vita, hogy és akkor hogy jön be a szociális segítő, és akkor csak a szünetben, vagy az órára is bemehet, és tényleg olyan alapvető kérdéseket kezdtünk el, és hát sajnos még erősen azt mondom, hogy vitatunk ebben vagy vitatkozunk ebben a történetben, amire nem tudok ilyen nyugvó pontot mondani, de még egyszer mondom, ismeri az ágazatunk ezt a problémát, akkor bejövünk így. De nem adtuk fel azt, hogy a mostani rendszernek a működésébe vigyünk már bele némivel több, egyrészt garanciát, némivel több logikát, mert őszintén szólva, se kívülállóként, sem kicsit belevonódva a logikáját, a jogszabály működtetésének a logikáját, ezt nekem nem nagyon sikerült felfedeznem, úgyhogy ezzel valószínűleg akkor más is így lehet. Kívánja valaki itt a kerekasztalon ülők közül a prevenció témakörében? Rám nézett a Dani, lehet, hogy arra gondolt, hogy én kívánjak. Én, hát itt a Péterrel sutyorogtunk menet közben, hogy tulajdonképpen ez az intézményi akkreditáció, ez egy ismert modell, nem csak az, hogy itt felmerült esetleg, hogy ezt ajánljuk a NEFI mélyen tisztelt figyelmébe, hanem, de ugye ez a cseheknél ez történik. Konkrétan ott intézményi akkreditációja van a prevenciós szolgáltatóknak, vagy a keresletcsökkentési szolgáltatók, azok az intézményi akkreditáció mentén csinálják a munkájukat. És egyébként, ugye ez úgy látszik, hogy ez egy működőképes rendszer, annyi a probléma, hogy ez ugye nem ilyen, hogy mondjam, gyerecipó hambekaplak jelleggel tud megvalósulni, hanem ez előkészítés kell, egyetértés, szakmai konszenzus, támogató közeg. Tehát ugye ehhez kell egy olyan nemzeti intézmény, ami támogatja a szervezeteket, hogy ők meg tudjanak felelni az akkreditációs elvárásoknak. És a nemzeti intézmény az nem ebben a hatósági szerepkörben kellene, hogy feltűnjön, hanem a kritikus barát szerepkörben, amikor támogat, szeret, tanít, és ettől aztán van előrelépés. Úgyhogy szerintem ez nem lenne megoldhatatlan, ehhez valóban elszánás kellene. Lehet, hogy ehhez nem is kellene olyan rettenetesen sok pénz, hanem csak egyfajta hozzáállás, és egy, hát igen, tehát ilyen együttműködési készség. Ez egyik. A másik, amit szerettem volna reflektálni, hogy amennyiben a ugye most a köznevelés területén meglehetősen intenzíven forrong a világnak az ő bústengere, de hát ugye kitalálták, hála Istennek, a pedagógiai szakszolgálatokat. A pedagógiai szakszolgálatnak az a dolga, nem az a dolga, momentán az a dolga, de nem az kellene, hogy legyen a dolga, hogy a pedagógusoknak a minősítésében, illetőleg különösen is az intézményi minősítésekben vállaljanak eminens szerepet, hanem az lenne az ő dolguk, hogy ugye az iskolapszichológusokat, az iskolai szociális munkásokat és az egyéb pedagógiai segítő foglalkozásoknak a tevékenységét, és erre hatalmazza fel kvázi a törvény is a pedagógiai szakszolgálatokat, hogy ott van a helyük. Tehát ezeknek az iskola, a köznevelési intézetben megjelenő segítő szolgálatoknak pont a pedagógiai szakszolgálatban van a helyük, és ezeket kellene tulajdonképpen a köznevelési intézmények rendelkezésére bocsátani. És ez minden, hogy mondjam, nagyon sok problémát meg tudna oldani. De azt nem tudom, hogy a kedves jelenlévők tudják-e, hogy a Magyarországon 500 tanuló alatt gyakorlatilag nem jár iskolapszichológus. 500 plusz egynél jár fél. Tehát ugye, hogyha hogyha véletlenül egy iskolában nem tudjuk azt az 500 plusz egy tanulót kimutatni, akkor bajban vagyunk, bár erre azt hiszem lett némi meggyőzés eredményeképpen az a kreatív megoldás, hogy talán járási szinten össze kéne számlálni a tanulókat.
és akkor lehetséges, hogy ki lehetne mutatni azt az 1,8 darab pszichológust, amelyik szükségletként megjelenik. Tehát, hogy én szerintem itt valami... Én ilyenkor nem szoktam érteni, hogy a teljesen racionális megoldásokat mi akadályozza vajon. Mind a mai napig nem jöttem rá, hogy a racionális megoldásokat mi akadályozza. Bár tegnap este volt egy érdekes beszélgetésem, és ott azt mondta nekem egy kollégám, amikor a racionális megoldásokat kerestem, azt mondta, hogy nem látom a nagy képet. És fogalmam sincs, hogy mi alapozza meg a döntéseket. Tehát én tulajdonképpen azt szeretném kérni a döntéshozóktól, hogy tájékoztassanak bennünket arról, hogy mi alapozza meg a döntéseket. Lehet, hogy jobban megértenénk a helyzetet. Itt... Hát nem tudok másra nézni. Nézek rá, Lákos. Itt csak egy közbevetés. Közbevetés erre ég, ez főleg annak tükrében nagyon érdekes, hogy az előbb itt, vagy korábban elhangzott itt a Nemzeti Nyomozóiroda részéről a feleslegesen elköltött 8-10 millió forint, melyből minden további nélkül talán lehetne fizetni a Kati által vezetett 1,8 pszichológusnak, vagy a plusz 1,8 pszichológusnak, a iskolapszichológusnak a bérét, hiszen nagyon sok esetben azzal találkozunk, hogy azért ez egy sok esetben ez egy forráshiányos történet, ezért finanszírozás nincsen ezekre, ahogy prevenciós programokra sincsen. Bocsánat, elnézést, még egy mondatot hadd mondjak, hogy ugye azt viszont már a szervezetfejlesztés irodalmából, meg a mindenféléből tudjuk, hogy ugye nem arra van szükség sem egy helyi közösségben, sem egy köznevelési intézményben, hogy legyen egy magányos bozótharcos, hanem arra van szükség, hogy legyenek olyan jellegű szakmai munkaközösségek, vagy műhelyek, amelyek elkötelezettek és szakmailag felkészültek egy adott területen folytatott minőségi tevékenység mellett. Tehát az iskolába oda telepíthetjük a szociális munkást egy szál magában, meg a fél iskola pszichológust, és a világon semmi nem fog történni. Itt egyszerűen megint csak azt gondolom, hogy át kellene gondolni, mit akarunk például, milyen iskolát akarunk, mit akarunk, hogy a gyerekeink mit tudjanak, mit akarunk, hogy hogy érezze magát a pedagógus. Tehát ugye ezeket a dolgokat így globálisan kellene átgondolni, ezeket átgondoljuk, akkor ehhez lehet individuális akciókat, tevékenységeket és forrásokat is hozzárendelni. És hogy én nekem tényleg mindig ez a fájdalmam, most itt a közoktatásban zajló mozgolódás kapcsán is, hogy nem ezt a nem rendszer szinten gondoljuk át, hogy mit kellene csinálni, ha itt van egy történelmi pillanat, amikor éppen valamit kijavíthatunk, nem rendszer szinten gondoljuk át, hogy ezt hogyan lehetne megtenni, hanem ilyen, hát toldozzuk, foldozzuk tulajdonképpen az egyébként nem túlságosan jó helyzetet. És hogy hogy egy ilyen kristályosodási pontokat kell létrehozni az iskolában. Nem véletlenül gondoltuk azt a 2000-es évek elején, hogy az iskolai drogügyi koordinátor az egy kristályosodási pont lehet. Nem véletlenül volt az az előírása az akkori ISM-OM vonatkozó pályázati rendszernek, hogy iskolánkon két drogügyi koordinátor legyen. A két ember az már kvázi egy éket tud verni ugye az iskolának a sajátos gondolkodásába, annak mentén már tud valami fejlődni. Beszélhetek? Egyrészt köszönjük a jó híreket. A relatív jó híreket. Hozzátenném, hogyha ez egy nagyon jó olyan szabályozási rendszer, mosolygok rá erre a helyzetre, de majd megvárom, amíg ide figyel az Imre, mert ez... Tehát, hogy ez az akkreditációs folyamat, ez egy nagyon jó olyan szabályozási rendszer, meg képzeljük el, hogyha most hirtelen sokan akkreditáltatnának, és kiderülne, hogy nincs pénz, amiből működhetnének. Tehát, hogy ez egy ilyen jó kis, ez egy balance terror, ez egy jó kiegyensúlyozott megközelítés, nincsenek is szervezetek, de nincsen is pénz, amiből működhetnének. Mert az tényleg sokszorosára kellene növelni a prevencióra fordítható pénzeket. Amit szeretnék mondani, mert hiszen azért vagyunk itt, hogy a kínálcsökkentés és keresletcsökkentésnek, hogy ez a célistázás, hogy szabad erre visszamenni, ez egy 8-10 millió és így tovább. Hogy ez tényleg ez mutatja ezt az abszurdot egy kicsit. Ugye olyan helyzetekről beszélünk most már egyre inkább, amelyik nagy-nagy társadalmi problémaköröket érint, a nyomoralapú, vidéki vagy belső kerületi drogfogyasztás, az egy igaz. Ez tényleg már nem arról szól, hogy vannak fiatalok morálisan megtévedt, önhibás
szörnyű egyedek, akik új pszichoaktív szereket, hanem a nyomorban, a kilátásban, az esélytelenségben, az igazi nagy társadalmi kataklizmában jelennek meg ezek a problémák, és hát ott nem kapnak segítséget. Ugye? És ott van a rendőrség, amelyik megerősítette jogalkotási aktusokkal, egyre kreatívabb módszerekkel kénytelen szabotálni ennek a végrehajtását. Most lehet, hogy kicsit pointírozom a dolgot, de azért teszem ezt, mert folyamatosan csökken az ismerté vált elkövetők és elkövetéseknek a száma évek óta, annak ellenére, hogy ennél könnyedebben nem lehetne ismerté tenni a dolgot. Kb. Úgy működik ma kénytelen, mert a rendőrség maga is egyrészt túlterheltség, másrészt pedig a belső prioritásai alapján tudja, hogy ez egy értelmetlen folyamat, önmagában értelmetlen folyamat, olyan, mint egy olyan hálóval menne az ifjúsági szórakozóhelyek elé, olyan szákkal, aminek nincsen összekötve a vége, tehát hogy biztosan kifolyanak belőle a halacskák, mert hogy ha nagy baj lenne, mert mindenkire 8-10 milliót kellene elkölteni, nem szóval, hogy micsoda adminisztratív terhet is jelentene. Na azért csak azért szögezzük le, hogy ma minden ezredik elkövető, hogyha itt tekinthetünk egy kábítószer fogyasztóra, kerül ismerté, és minden több mint 15 ezredik eset kerül ismerté. Tehát talán megállapíthatjuk azt, hogy nincsen két dolgot ugyanarra vonatkozott, tehát nincsen még egy olyan társadalmi jav, amelyen akkor a kereslet valósulna meg, és egyben, amin olyan kicsi kockázat jelenne meg, mint Magyarországon. És egyébként számos helyen a világnak egyébként. Csak egy gyorsan. Nagyon gyorsan erre. Most igen, szeretem, ha valaki... Szeretem, ha... Ez nagyon jó dolog, a retorika, az egy nagyon jó dolog. A dolog lényeg az, hogy... Na, elnéz, nem, volt. Komolyan örülök neki. Az igazság az, hogy... Erre csak úgy tudok reflektálni, kicsit azt hiszem, hogy az hiányzott abból, amit elmondtam, hogy nagyjából elmondjam azt, hogy most a rendőrség egyáltalán hogy lép föl kábítószeres ügyekben. Sajnos, és ez pontosan alátámasztva az, amit mondtál, hogy mekkora a látencia, és az egész kábítószer helyzet hogy alakult ma Magyarországon. És kicsit visszautalok egy korábbi időszakra. Volt egy időszak, amikor Budapesten, a budapesti rendőrfőkapitányságon volt egy rablás elleni osztály, és ha történt bármilyen rablás, és ahogy mi rendőrök mondtuk korábban, kajakrablás, tehát az, amikor simán oda mennek az utcán valaki, ez puff, lecsapják és elveszik a dolgát. Abban is egy központi egység, központi szerv járt el és nyomozta ezt az ügyet. Aztán odáig fajult a világ, hogy eltelt 10 év, és már a kerületi rendőrkapitányságok nyomozzák az ilyen rablásokat, mert annyi ilyen rablás bűncselekmény történik, hogy már a központi szerv nem bírja a mennyiséget. És a kábítószer helyzet, ahogy alakult a hosszú-hosszú évek során itt, körülbelül olyan, azt mondom, hogy olyan 92 óta látom rendvédelmi oldalról ezt, olyan szinten változott a helyzet, hogy emiatt a rendőrségnek is változtatnia kellett egy kicsit egyáltalán a fellépésen. Hogy alakult ez? Ma a rendőrségen egyetlen egy úgymond dedikált kábítószer felderítő egység van, ez a Nemzeti Nyomozóiroda. Kábszer osztálya, azt mondhatom, és minden más tulajdonképpen, ami nem a mi hatáskörünkbe és illetékességünkbe tartozik, ez már regionális és helyi szinteken működik. Tehát azt lehet mondani, hogy a Magyarországon, az országhatárokon belül megvalósuló kábítószerrel kapcsolatos szervezetbűnözést is már a megye nyomozza, és nem pedig egy központi szerv. És ez azért mutat valamit. Pontosan azt mutatja, amiről beszéltünk egyébként, és pontosan mutatja a látenciát is. Én nem gondolom ezt a nagy hálót, pontosan az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban. Mi is látjuk, hogy ez hol történik, és hogy hol terjed. Éppenséggel az új pszichoaktív anyagokkal kapcsolatban a fogyasztók azok, akiket a rendőrség nem vegzál. Mert hogy nincs is rá törvényi alapja, és az, hogy nincsen rá törvényi alapja, azért azt hozzá kell tennem, hogy azért ezt egy szakmai előkészítés előzte meg, és a rendőrségnek az volt a igen erőteljes szempontja, hogy ne.
Tehát, hogy semmiféleképpen sem lépjünk föl a fogyasztókkal szemben. Viszont egyre jobban próbáljuk azt, és ezért visszatérve a célistára, ami egy nagyon jó eszköz számunkra arra, hogy egyre jobban tudjunk föllépni azokkal az emberekkel szemben, akik szervezetten követik el ezt a dolgot, magyarul tulajdonképpen terjesztik ezt a dolgot. A célista ez egy eszköz. Majd a továbbiakban hogy fog ez, mondom, alakulni, ezt nem tudjuk, ez majd a jogszabályok, majd a további jogszabályok megmondják ezzel kapcsolatban. De hát én csak azért mondtam, hogy nekünk jó ez a célista nagyon, és nagyon jó a generikus szabályozás ilyen szempontból. A mi részünkről rettentően proaktív volt, mert korábban a kábítószerrel kapcsolatos törvény vagy jogalkotás, az mindig szaladt a helyzetek után. Ez most egy kicsit előre ment, fölgyorsította azt a folyamatot, amiben rendvédelmi szempontból, ott, ahol elő lett írva, hogy rendvédelmi szempontból föllépjünk, és ez inkább a szervezet jellegű elkövetés irányába megy, azt mondom, hogy ott ebben egy nagy segítséget adott a rendvédelmi szerveknek. Befejezném ezt az ívet, teljesen egyetértve, persze, hát, ja, de akkor megpróbálok nagyon egy hangon beszélni, nehogy retorikai felhangja legyen, hogy a belső kerületi koncentrátumokban és a távoli vidéki szegregátumokban létrejövő ilyen típusú problémák, azok annyira társadalmi hát, összetevőkkel bírók, hogy jó, könnyedén belátható, hogy nincs is értelme bármilyen más eszközen, mint összefüggő, egy összerendezett rendszer szintű beavatkozásokkal fellépni. Minden mással csak tovább ártunk ezen a dolgon, biztosan nem fogunk javítani ezen a dolgon. Csak egy pillanat erejéig még az Ungászhoz vissza, ott két ország főszereplőjévé vált, vagy legalábbis nagyobb lenyomatot képzett, ami ott egyáltalán lehet lenyomatokat képezni, az így Oroszország már csak azért is, mert ugye Yuri Fedotov kiváló képességű ember, ugye az főtitkár helyettese az ENSZ-nek, Oroszország nem kis, jön oda, de egyben a főtitkár helyettese az ENSZ-nek, ami nem kis lobby erejét mutatja az oroszoknak, másrészt pedig ugye a kis nemecsek, a szvatopluk. A kis nemecsek, rövid nadrág, nem, most hosszú nadrágban volt, ő a cseh egészségügyi miniszter, és ez két ellenpontot képviselt. Ugye Oroszország az, ahol az a nonsens jött létre, drogpolitikai nonsens, hogy a világ kiemelkedően a fajlagosság, intravénás drog használó rétegje jött létre, de legalább azoknak a legnagyobb része hívfertőzött is. Tehát egy általuk hosszú távon megoldhatatlan társadalmi problémát sikerült létrehozniuk, amelyet legalább meg se akarnak oldani. Mert hogy ugye az összes áltam csökkentő beavatkozás be van tiltva, nincsen alacsony küszöb, gyakorlatilag nincsen ellátási kapacitás, de az legalább voltam néhány helyen, ott gépfegyveresek áldogálnak. Hát, tehát ilyen bizalmi viszony alakul ki a kliens és az ellátó között, hogy gépfegyver motiválja ezt a bizalmat. Szóval tényleg valami középkornak a kezdetői fázisa, és hát döbbenet. Szóval csak ilyen hogy meg kis beiktatott történet, hogy az orosz kormány meghívására ott lehettem 6 évvel ezelőtt, és egy eléggé szezgőzös estén a belügyminiszternek egy, talán 5 perc alatt bebizonyítottam, hogy az országba bejövő, Afganisztánba bejövő heroin 1%-át foglalják le. Ezt ő nem akart elfogadni nekem. Én örülök, hogy túléltem ezt a beszélgetést, mert ez ugye ott a drogügyi koordinációnak 44 ezer tagja van Oroszországban. 60%-át fogyasztja. A legnagyobb heroin. És hát elképesztő korruptív faktorként szerepel. Na, ez Oroszország. Másik a kis nemecsek, és az ő Csehországa, ugye, amelyik ugye azt mondta, hogy Európában a legnagyobb kábítószer kipróbálási arány mellett, ugye az egyik legkisebb súlyos következményekkel járó drogfogyasztás jött létre, egyik, ha nem a világon az egyik legalacsonyabb droghalálozási mértékkel, és így sok mindent mondhatnánk. De ami a legfontosabb, hogy mennyire társadalompolitikai ez a kérdés, hogy 85%-a a becsült problémás drogfogyasztóknak kezelésben van. Valamilyen kezelő szervvel való állandó kapcsolatban van. Ez ma a problémás droghasználókra vonatkozólag Magyarországon nem több, mint 10%. Tehát, hogy ez itt az alapvető különbség, hogy ott,
ott egy széles politikai paletta áll rendelkezés, sokfajta beavatkozási mód összességében, és akkor abban van értelme elkölteni kínálcsökkentésre is, megfelelő helyen, jó célzással pénzeket. Persze, hogy van, persze. Hogy ne lenne, de önmagában biztosan. Nem, soha nem is mondtam, hogy ez önmagában egy megoldás. Azt gondolom, hogy kicsit lépjünk tovább, szerintem az ártalom csökkentés lehet még egy érdekes, itt a fel az Angus tükrében, hogy van egy, én érzek némi ellentmondást az Angus-en megfogalmazott vélemények, főleg mondjuk a kanadai miniszterelnök bejelentése és mondjuk a Magyarországban történt elmúlt, vagy a Magyarországban elmúlt években történt fejleményekben, hogy erről mit gondoltak, mit gondolnak itt megjelentek, hogy ebben mi milyen irányban haladunk, és ez hogyan tud. Nyitra Jú nem akar reflektálni. Hát szerintem nem árulok el nagy titkot, hogyha Magyarországon egy visszafejlődési folyamatnak lehettünk a szemtanúi az elmúlt években. Már csak azért is, mert a két legnagyobb szolgáltató, tücsere szolgáltató az kénytelen volt bezárni. És hát ez azt eredményezte, hogy jelenleg például 55%-a kiesett a tűforgalomnak, legalábbis ha jól emlékszem, 55%-át adta ez a két szolgáltató nagyjából. És ennek ez pont egy olyan szakaszban következett be, amikor ugye a designer drogok fogyasztása miatt az intravénás, tehát az injektálószer fogyasztás is valószínűsíthetően erőteljesen növekedésnek indult, habár ugye kutatás problémás drogfogyasztó épesség felmérésére már régóta nem volt, de ezt azt hiszem, hogy elég erősen lehet valószínűsíteni, és azt is, hogy ugye ennek az egész folyamatnak a hozományaként pedig a fertőző betegségeknek a kockázata is erősen növekszik. Már egyébként sose volt ebből a szempontból Magyarország jó helyen, tehát még amikor a úgymond így full erőn mentek az ártalomcsökkentő szolgáltatások, akkor sem volt jó a becserélés, tűkhöz való hozzáférés aránya. Ugye a WHO az például azt mondja, hogy 100 fecskendő per év per kliens alatt már nem is működik hatékonyan a tűcsere program. Az ENSZ-nek az étszelleves szervezet azt mondja, hogy legalább 200 fecskendőt kellene kiosztani egy évben egy kliensnek ahhoz, hogy hatékony legyen a HIV megelőzés. És hát most azok a növekvő hepatitis fertőzöttségi trendek, amiket itt megfigyelhetünk, Budapesten kétszeresére, vidéken háromszorosára nő a hepatitis előfordulás az intravénás szerhasználók között, az mutatja azt, hogy ez bizony egy nagyon drámai folyamat. És vannak olyan rossz példák, amiket azért figyelembe kéne venni Európában. Görögország vagy Románia példáját tudnám mondani, ahol gazdasági válság után szintén egy visszaesés következett be az ártalomcsökkentő programok támogatásában, és ennek következtében egyik országban sem volt korábban HIV járvány, és ennek következtében viszont az is előkerült a HIV is. És ami most szerintem a legveszélyesebb dolog Magyarországon az az, hogy nem is nagyon tudjuk, hogy mi a helyzet, mert hogy a szűrőprogramok is csak úgy tudtak hatékonyan működni, hogy a tűcseréken keresztül érték el a fogyasztókat. Tehát azok a szűrőprogramok, amik jelenleg működnek, nem fognak tudni annyi embert leszűrni ezekből a kulcspopulációkból, ami ahhoz is vezethet, hogy lesz egy ilyen hamis nyugalom, hogy hát egész jók a statisztikák, csak éppen pont azokat az embereket nem fogjuk tudni leszűrni, akiket kellene. Úgyhogy ez egy ilyen időzített bomba a véleményem szerint. Csak egyet szólhatnék. Csak hát, a Péterhez. Gondoljuk. Csak arra gondoltam, hogy három példát mondok talán, amivel, hogy azt mondod, hogy időzített bomba és rossz irányba mennek a dolgok közben, meg van három olyan dolog, ami azt mutatja, hogy nem. És lehet, hogy a kormánynak a kivárásos drogpolitikája a hatékony, majd 6 éve azt várjuk, hogy itt akár design a drog területen történjen a dolgok, de például azt látjuk, hogy a szintetikus kannabinoid az szorítja ki a szintetikus serkentőket, amiket szúrnak, ezt meg szívják. Tehát, hogy tulajdonképpen megálltak ezek a nagyon romló
hepatitis C-s... Attól kérlek, nem egy tervezet. Nem tudjuk, Ákos, hogy ezt tervezem, vagy nem. Ez az egyik. A másik, a múlt héten a Pécsi KEF szervezett egy olyan kerekasztalt fórumot, ahol a szakmai szervezetek mellett meghívtuk a ügyészség, pártfogok, stb. És a megyei főügyész azt mondta, hogy csökkentek Magyarországon az apró bűncselekményeknek az aránya, és azért, mert a 20-35 éves korosztály, aki a potenciális elkövetőjén, ő egyszerűen külföldön van, tehát nem Magyarországon bűnöz. Úgyhogy tulajdonképpen azok a társadalmi folyamatok, amik őket külföldre viszik, ez végülis abban az irányba hat, hogy ez így tulajdonképpen a statisztikai szempontból jó. A harmadik, hogy tegnap beszéltem egy hepatológussal, aki azt mondta, hogy az a hepatitis C kezelésében az elmúlt években az interferon volt, ami működött. Most megjelentek azok az antivirális tabletták, amik tulajdonképpen 100%-ban gyógyítják meg, szinte mellékhatás nélkül hepatitis C-t, 2-3 hónapig kell gyógyszert szedni, és ezek ára 2 évvel ezelőtt 30 millió forint volt, most 12. Tehát tulajdonképpen abba az irányba megyünk, hogy ezek a problémák, ezek így a látszólagos kormányzati beavatkozás ellenére javulnak és megoldódnak, vagy nem? Na jó, én két... Köszönjük a jó híreket! Én két adatot szeretek mondani Tűcsere kapcsán, hogy nem ecsek úrnak a hazájában. Ugye 2010-es adatra emlékszem utoljára, azóta nem. 4,5 millió volt a kiosztott tűk száma, és 80%-os visszacserélési arány volt. Magyarországon a csúcs az 500 ezer körüli kiosztott tűszám volt. Mennyi volt? 650. De nem 4,5 millió. Egy körülbelül ugyanakkor ország, körülbelül ugyanakkor a problémás, becsült problémás sokhasználói kör számára. Ez csökkent le ilyen 200-250 ezer körülire, azt hiszem, mostanságra. A másik, amit akartam volna mondani, ez mi is volt? Ja, igen. Amikor beindult ez a 8-keres szivatás, akkor ugye hirtelen lecsökkent a visszacserési arány elég erőteljesen, de hogy ez nem csak a Kékpontnál történt meg, hanem a Drogprevenciós Alapítványnál is, és megkérdeztem a Válaszút Alapítványt is, ugye a Református Egyház tűcsere, ott is 30%-ra csökkent le azokban a hónapokban a visszacserélési arány. Tehát, hogy ez, ugye, ez nem egy szakmai kérdés, hanem, ma ugye, hogy mit tegyünk vele, a szakmai kérdés, hanem ez egy társadalmi hatás volt azokban a hónapokban. Reméljük, hogy majd egyszer visszaáll egy olyan arányba, ami egy értelmesebb környezetet biztosít. Kérdezem államtitkár helyettes urat, hogy a ártam csökkentése tűcserével kapcsolatos kérdésekre. Persze. Megkérdezte a Szemjátsz úr, hogy miért nem jöttem el más fórumokra. Hát csak úgy tisztelete jelzem neked, hogyha a dolog az arról szól, hogy pontosan tudod, hogy az én személyes vagy szakmai álláspontom mi, akkor mégis helybe jövök a pofonért, és arról szól a dolog, hogy elkézel, és rám nézel, és nekem szegezed. Hát valami hasonló körülményeket az ember már csak így a személyi integritás megőrzése érdekében is, meg a további jó szakmai kapcsolatok reménye miatt is elkerül. Úgyhogy csak finoman szeretném ezt így visszajelezni. Bár lehet, hogy egy jó poénért érdemes ezt feláldozni. Én azt gondolom, hogy pontosan tudjuk, hogy miről van szó, és a Péternek, Sárosi Péternek egyébként tényleg nagyon impresszív összefoglalója, amit már úgy idéztem, hogy igen, ismerem. Ja, van benne egy mondat, hogy nálunk az ilyen programokat leginkább bezárás létét a hatalom. Szeretném azért azt a finom distinkciót megtenni, hogy a helyi hatalom. Aki ezt egy kicsit közelről figyelte ezt a problémát, tehát a Szociális Államtitkárság, amelyhez az egészségügyi mellett tartozik a probléma kezelése, egyik államtitkárság sem szállt be ebbe a történetbe. Ami ezért egy nagyon érdekes dolog, mert hogy mert ez a történet, ez helyi szereplők elképzelésére az 8., mondhatni kormánypárti, 13., mondhatni ellenzéki irányítású kerületben. Tehát a politikának a hozzáállásáról van szó, és nem a kormánypolitikának, és nem az ellenzéki politikának, hanem általában a politikának. A két, és iszonyatosan jó, mert tudnám idézni egyébként ebből az ENSZ szövegből, hogy a döntéshozók ismereteinek növelése
egy kiemelt fontos pont. Egy egész bekezdés szól arról, hogy ezeket a tudásokat igenis bele kell tenni. Én nem vagyok döntéshozó, de a valódi döntéshozóknak az ismeretébe, a tapasztalataiba. És amikor egyébként a 8. kerületi problémára először lehetett hallani, én elmentem a Kocsis Mátéhoz, és leültem, és ugyan mondja már meg, vagy mondd már meg, polgármester úr, hogy akkor most ez micsoda. És ő teljesen egyértelműen elmondta, hogy ez egy helyi, neki fontos helyi politikában egy helyi döntése. Én arra kértem őt meg, hogyha lehetséges, akkor talán ezt nem kellene feljátszani nagy politikai színpadra, mert ez a kérdés, az általános csökkentésnek a kérdése lehet politikai vita tárgya, de nem lehet szakmai vagy beavatkozási oldalról vita tárgya. Az általános csökkentés ezen módja vitathatatlanul hasznos, kell, szükséges. Én azt gondolom, és ez lehetséges, hogy nem egy érdem, vagy nem egy erény, és valóban lehet ezen derültséget kiváltóan is egyébként gondolkodni, de az, hogy ez nem került oda, és nem került föl. És én szoktam idézni egyébként, és annyira jó, hogy egy hajléktalanügyi szakembert kiszúrtam itt az ajtóban, hogy jót tett vajon a hajléktalan ügy összes problémájának és összes programjának az, hogy följátszotta úgymond a nagypolitika elkezdett kérdést. Vannak, akik azt mondják, hogy igen, mert legalább rávetült a fény, a problémáról beszélni lehetett. Én meg azt gondolom, hogy egyébként pedig vannak olyan helyzetek, én inkább ezen az oldalon vagyok, amik azt mondom, hogy helyi ügy volt, én azért örülök, hogy ebből nem lett. És hogy mivel tudom ezt bizonyítani? Azzal, hogy ezek a programok, azok a programok, amelyekre jelenleg költségvetési pénzünk van, nem álltak le, finanszírozzuk. A Válaszút kapott egy meglehetősen nagy összeget, a Baptista Szeretetszolgálatnak a mobil tűcsere programja kapott egy meglehetősen nagy finanszírozási összeget. Az egy másik kérdés, és én vitatkoztam is, és a Marcellal néhány mondatot azért tudtunk váltani, hogy vajon ő miért nem ment be a 8. kerületbe, és miért csak a 8. kerület határai, de ez is a helyi politikáról, és a helyi hatalomról, és a helyi kapcsolatokról, illetve a helyi önkormányzattól kapott finanszírozás, vagy annak elvesztése kérdéséről szólt. Tehát nagyon összetett ez a történet, de ezek mind lokális történetek. Emögé én szeretném, hogyha senki nem gondolna bele valami nagy, mondjuk kormányzati, vagy akár egyébként az elfogadott drogstratégiához, vagy a stratégiának a cselekvési programjától való eltérést. Feketén-fehéren azokat kell elővenni, felmutatni, és azt mondani, hogy ha ettől eltérünk, akkor valóban valami vagy nevetséges, vagy valami nagyon, hát hogy is mondjam, negatívan feltüntethető dolgot csináltunk. Nem tettünk ilyet. Az egy teljesen jogos kérdés, hogy ez elég, nem elég, arányaiban milyen. Valószínűleg, és teljesen meggyőzőek vagytok, mondom még egyszer, a szakma azért nem értek, hogy igen, valószínűleg ezt növelni kellene. Ezt az összeget. Annyit mondanék el. Csak szeretném így befejezni, hogy erről szólt, mert természetesen felröppentek, hogy az alacsony küszöbű szolgáltatás majd biztos megszüntetik, nem szüntetjük meg. Az egészségügynek a nem szűnt meg az egészségügynek a finanszírozása. És még egyszer mondom, amikor erről az egészről elkezdtünk vitatkozni, akkor ezeket tényleg felfestette az összes hozzászólás, és ezekben a vitákban nyilvánvalóan mindig elmegyünk a szélsőségekig. Én szeretném, hogyha itt valahol a józan középútnál megmaradnánk, és higgyék el, ebben a történetben a magunk részéről, a Szociális Államtitkárság nevében tudok nyilatkozni. Ugyanott vagyunk, harcolunk, szeretném azt, hogyha a források nagyobbak lennének, és több helyen lenne elérhető. Összeszámoltam, kollégám is 21 néhány helyen folyik jelen pillanatban. Na, marha kevés, nagyon kevés. Ha leosztom, akkor azt mondom, hogy megyénként. Az eloszlás miatt meg pontosan tudjuk, hogy nem minden megyében van. Tehát, hogy ez sem egy jó történet, hiszen egyébként, amikor megnézzük a probléma eloszlását, akkor sajnos a szükségleteket nem ehhez igazítja a mostani rendszer. Teljesen igaz a problémát, ezt ismerjük. Azt nyugodtan lehet kritizálni, és ezt fogadom, hogy nem jól küzdünk valószínűleg a pénzért, nem jó eszközeink vannak a kormányzaton belül is súlynak, meg ezeket a kritikákat mind el kell fogadjam, és még el is kell ismerjem ezek nagy részét. Na de, hogy a kormányzat megváltozott volna, vagy a kormányzat álláspontja, vagy eltérnénk a nemzeti drogstratégiától, ez így nettó nem igaz. Ez a történet. Köszönöm szépen. Annyit hadd engedje meg, hogy személy szerint és emberileg, messze menőleg szimpatizálok és homeopatizálok, és mindent csinálok veled, és a te személyes integrációddal. És tényleg így van, de és tudom, hogy milyen nehéz és nehézkedések vannak egy ilyen rendszerben. Persze, tudom. De szakemberként azt kell mondjam mégis, hogy ott 3500 ember most elláthatatlan.
És ez egy olyan tény, ami a meghatározó, minden más meg a személyes szintű kapcsolat vidékébe tartozik. Szakemberként ezt kell meghatároznunk, és erre kell politikákat kialakítanunk. Feri kell. David Ferenc vagyok a... Ó, ezt már szeretem, köszönöm. A Képpont Alapítvány, nem vagyok a biopolitikai műhelynek a vezetője, és picit megérintett ez a Kocsis Máté, nem egy éve nem mondtam ki azt nyilvánosan Kocsis Mátének a nevét. Tudatos kommunikációnak az eredmény, hogy eltávolodtunk Józsefvárostól. Egy picit ez a lokális hatalmi centrum volt az, ami megérintett. Akkor, amikor Kocsis Máté polgármesteri legitimitását erősítette, akkor a vele szemben induló jelöltnek a nevét nem tudta volna senki megmondani. Nem, hogy potenciális veszélyt nyújtott volna rá. Az, hogy a Józsefvárosban mi voltunk annak a hatalmi tőkekovácsolásnak az üllője, amelyből a hatalma kinőtt, ez országos szintű kormányzati kommunikációnak volt a része, amelyik mértani pontossággal mind a mai napig havi rendszerességgel beemeli a Kékpontot. Az, hogy egyébként már egy éve nem dolgozunk ott, de még mindig topik vagyunk a Kékpont józsefvárosi tevékenysége, ez jól mutatja, hogy ezzel lehet egy csoportot hatalomfosztottá tenni Foucault értelemben, és az, hogy ebben az időszakban a kábítószer használók voltak, ez aztán egyszer csak lettek a migránsok, majd most pedig a tanárok hatalomfosztottak, ezek országos kormányzati kommunikációk. Mi nem vagyunk kommunikációs szervezet, ezért nem foglalkozunk ilyen kérdésekkel. A Bugarszky Zsoltnak volt egyszer egy előadás, amiben arról beszélt, hogy a magyar szociálpolitika a teraszon borozgatásnak a szintje. Pistám, ide kéne 50 millió, oda kéne 60 millió. Az, hogy találkoznak kormányzati emberek, és jó lenne, hogyha ide több pénz menne, ez nem egy kiforrott szociálpolitika. Azt is mondta, de hozzáteszem, távol tartom magam mindig a párpolitikától. Azt is megütötte a fülem ez a 390 millió forint, mert hogy fölbukkant egy ilyen összeg. És az jutott eszembe itt, hogy a vs.hu 500 milliót kapott, hogy kaphatunk-e mi is 500-at. Hogy ez amúgy a diskurzus, hogy itt kicsit több van, ott meg egy kicsit kevesebb van. Szóval visszatérve az elejére, azt szeretném mondani, hogy nem a Kékpontról szólt ez a történet, és nem Józsefvárosról szólt ez a történet, ez egy hatalomfosztásról szólt a kábítószer használatnak a kirekesztésében, és valóban közel 3000 fős populációt hagytunk magunk mögött, ami a mi szervezetünk szempontjából egy nagyon mélyen érintő probléma volt. Köszönöm. Igen, nem tudom, hogy tehát nem tudok olyan erőset szólni, mint a Fecó. Én arra szerettem volna reflektálni, amit az imént elmondott még, hogy a szociálpolitikai államtitkárság mit szeretne, meg mit tud elérni, illetőleg, hogy a hatalomban lévőknek a szakmai tudását kellene fokozni. És akkor ehhez a kettő szerettem volna, hogy az én meglátásom szerint, de lehet, hogy ezt rosszul látom, a kábítószergyi koordináció az... annak úgy kell definiálnia önmagát, hogy az bizony az ágazatokon átívelően koordinál. Tehát, hogy én ezt nem tudom elképzelni, hogy a kábítószerügyi koordináció az egy államtitkársághoz allokált, tehát lehetséges, és szervezetileg a szociálpolitikai államtitkársághoz van allokálva a kábítószerügyi koordináció, de én nem gondolom, hogy akár csak a hatáskörök definíciója szerint a kábítószerügyi koordinációnak nincs ágazatokon átívelő feladata, és nincs ágazatokon átívelő lehetősége. Ha így van, akkor ezen változtatni kell, mert ez nem jó. A kábítószerügy az nem egy ágazati probléma. Soha is nem volt, mindig ezzel küzdöttünk, hogy hogyan lehet azokat a jogosítványokat érvényesíteni, amikor még ilyen jellegű ambícióink voltak, hogy hogyan lehet azokat a jogosítványokat érvényesíteni, amelyek arról... És akkor se volt egyszerű. Igen, de hát ugye nem tudjuk máskor elmondani, csak akkor, amikor találkozunk. Tehát, hogy ez egyszerűen mindenki nyilván rendkívüli mértékben értékeli azt, hogy... És én nagyon sajnálom, nem szeretnénk azt, hogy az legyen az élmény, hogy mostan megjött, és akkor beleszaladhat a pofonokba. De hát ugye nyilvánvaló módon ez egy nagyon nagy, hogy mondjam, társadalmi igényt fogalmaztunk mi meg azzal, hogy meghívtuk, és hogy nagyon örvendezünk annak, hogy itt van, mert hogy a szakma szereti ezeket a diskurzusokat. Lehet, hogy nem döntéshozó, de aki mégis a legközelebb van közülünk a döntéshozóhoz. Mert ugye mi egyikünk sincsen ilyen közel a döntéshozóhoz, mint maga. Tehát ez volt az egyik, hogy a kábítószerügyi koordinációnak a szerep definícióját az szerintem érdemes lenne újra és újra felszínre hozni.
Én nem hiszek abban személy szerint, bár lehet, hogy helytelen, én nem hiszek abban, hogy el lehet intézni a dolgokat úgy, hogy kevesebb hangot adunk neki, nem mondjuk ki, hogy valójában miről van szó, és megoldjuk. Én azt hiszem, hogy az én általam ismert kollégák azok az egyenes beszédet, azt nagyon nagyra értékelik. Tehát, hogy lássuk tisztán, ki kivel van, hol áll, mit csinál, mit gondol, és merre szeretne menni. És mi a mozgástere, azt is látni kell szerintem. A másik, ez a döntéshozót képezni kell, hogy tudja, hogy mik a szakmai prioritások. Mármint valami ilyesmit mondott, nem? Tehát ugye ez a korszerű információkat közé el kell vinni a döntéshozóhoz, hogy az megalapozott döntéseket tudjon hozni. Hogy esetleg erre vonatkozólag mi itt, akik a szakmát képviseljük, nem kaphatnánk valamilyen útmutatást, hogy hogyan tudnánk olyan módon közel kerülni a döntéshozóhoz, hogy az esetleg kíváncsi legyen ezekre a szakmai megfontolásokra. Mert nagyon gyakran úgy tűnik, hogy a döntések, nem szeretném ismételten idézni a Kékpont 8. kerületi kálváriáját, azok irracionális térben fogalmazódnak meg. Valahogy az a léptennyomon az az embernek az impressziója, hogy a racionális érvek azok, minthogyha nem érnének célba. És ez biztos nem véletlenül van így. Lassan a kerekasztal beszélgetés végéhez érünk időben, tehát már csak nagyon rövid reflexiókra van időnk. Én csak annyit tennék hozzá, hogy szerintem azért csak részben nevezhető csak kizárólag helyi konfliktusnak a tűcserék ügye, ugyanis hát évek óta megy a harc azért, hogy például a normatív támogatásnak az összegét meg lehessen növelni, amiből ugye már hosszú évek óta ki van mutatva az, hogy abból a pénzből egyszerűen nem lehet, az alapfinanszírozásból nem lehet fenntartani a programot. És másrészt pedig biztosan az itt lévő szolgáltatók, akár a drogprevenciós alapítvány is meg tudja erősíteni, hogy ők nagyon örömmel újra kezdenék ezt a szolgáltatást, mondjuk a 13. kerületben akár egy mobil tűcsere szolgáltatást, hogyha erre kapnának valamilyen támogatást a kormánytól. Ha jól tudom, ők be is adtak erre igényt, de ez ugye el lehet utasítva. Tehát a kormányzatnak azt gondolom, hogy még mindig megvan a lehetősége arra, hogy ezt a hibát orvosolja. És egyébként én is szeretném megköszönni a helyettes államtitkárnak, hogy eljött, mert ez egy olyan bevállalós helyzet valóban, hogy nem könnyű valószínűleg kiállni egy szakma elé, és ezekre a kemény kérdésekre válaszolni, de valóban szükség van ezekre a diskurzusokra szerintem is, hogy egyáltalán megértsük egymást, hogy ki mit akar. Rövid reagálás a végén. Köszönöm szépen. Nem találtam meg nagy zavarodottságomban, de egyébként aki föllapozza, de a bologatásokból azért azt látom, hogy akik olvasták vagy ismerik az anyagot, tudják, hogy benne van ez a bekezdés. És egyszerűen csak ismeretek vagy tudásoknak a gyarapításáról szól ez a dolog, nem képzésekről, csak arra mondtam, hogy ez az elég érdekes lenne. A jelenlegi országgyűlésben hány embernek van minimális kompetenciája kábítószerügyben? Csak tőletek kérdezem. Jelen ENSZ közgyűlést megelőzte egy interparlamentáris találkozó, amely pontosan a politikai döntéshozóknak a képbehozásáról szólt. Ki képviselte Magyarországot ezen az alkalmon? Ezekre a kérdésekre, amikor megvan a válasz, azt gondolom, és én nagyon-nagyon óvakodnék attól, és meglehetősen visszatetszőnek tartanám azt, hogy én civil és kompetens személyeket oktassak ebben a területben. Megvan ezekre a kérdésekre a válasz, akkor megvan az út, hogy hogyan lehetne érdeket érvényesíteni kicsit jobban, mint ami a mai helyzetben adott. Köszönöm szépen. Csupán csak retorikai okoknál fogva lezárnám ezt a beszélgetést annyiban, hogy egyrészt, hogy megköszönjem, hogy Imre itt volt, és hogy itt lesz, máskor is, és némi borzongással emlékszem vissza, hogy az őt vagy őket megelőző államtitkárok illiterálisak voltak. Tehát egyszerűen analfabétái voltak ezeknek a területeknek, és tényleg az ABC-vel kellett kezdenünk, de nem sikerült tovább jutni.
De ez egy ilyen műfaj, tudom. Tehát, hogy nehéz azért a szakmának az ő dolga néha. Viszont, ha megköszöntem azt, hogy Ibra itt volt, akkor azt kell, szeretném jelezni, hogy egy embert viszont nagyon hiányolok, aki nem tudott itt lenni, aki ennek a területnek a nagy pater familiaris, ugye a Bayer professzor úr 93 évesen, nem tudott eljönni egy balesetet követően, de hát egy-két gondolatát elolvastam, hogyha szabadna, mert összefoglalta az Ungász körüli kérdéseket a következő módon. Van kiút a droggödörből, igyás napszott a vödörből. Kokós lehet sarki boltos, hasisos a trafikos, kenderes pedig a hentes, de a kocsma az drogmentes. Isten éltesse Bayer professzurát, aki az ENSZ-ben évtizedekig képviselte Magyarországot, de a nemzet közt is. Nagyon szépen köszönöm a kerekasztal részvevőinek és a hallgatóságnak is, és egy órás ebédszünet következik most.